Üdvözlök mindenkit, én Szóik, azt mind láthatjátok a Kena Bridge of Spirits című játék, abból is egy random gameplay-es kis videó. Hát úgy voltam vele, hogy ha már beszereztem a játékot, és sikerült hozzá feltenni a magyar feliratot. Ugye, igen, a hangokat akartam úgy bemutatni, hogy azok így vannak beállítva. Grafikailag így van beállítva. Vezérlés így van, játékmenet szempontjából. Így választottam, és nagyjából így ennyi. Tehát hogyha már úgy vagyok vele, hogy igen, hogy megpróbálkozok-e a játéknak így a játékával, megnézni, hogy milyen, mi merre, hány méter, akkor miért ne vehetném föl random gameplay-es formátumban, hogy az első 20 perc, fél órát ti is lássátok, és együtt fedezzük fel a játékot. Amiről én nagyon-nagyon sok jót hallottam, hogy ez nagyon cuki, nagyon aranyos, nagyon szívvel, nagyon lélekkel készült, hát bízzunk is benne, hogy ez így is van, úgyhogy az én tetszésemet is reméljük, hogy el fogja nyerni. Na, a technikai háttérről a dolog, hogy OBS-sel veszem fel a játékot, 30%-ba veszem fel a hangerejét, én 100%-on vagyok. Ami még érdekes, hogy az OBS nem látja, legalábbis nálam nem látja a játékot, úgyhogy monitor képernyő van, úgyhogy bízzunk benne, hogy jobb alul, jobb fölül, bárhonnan nem fog beesni semmilyen más ablak. Tehát, úgy értitek, Discord meg ilyenek. Na, de akkor nem is húzom az időt, menjünk is bele akkor egy új játékba, és akkor a nehézség kiválasztása, a road képességek elszenvedett sebzés esetén töltönnek fel, az ellenségek és agresszívak, tapasztalt. Jó, maradjunk először szellemvezetőn, aztán majd ő is majd végig fogom játszani, szerintem majd nehezebb fokozatokon, hogy meglássam, hogy mi a játéknak a legnagyobb nehézsége. Úgyhogy ez lesz szerintem most közepes. Állítsd be a csúszkát úgy, hogy a szimbólum még épp látható legyen. Az nem baj, hogyha én semmilyen szimbólumot nem látok. Még épp úgy látható legyen. Hát gyakorlatilag én így látom. Lehet, hogy amúgy, hogy a tévé miatt, de jó, akkor ez most lesz így. Aztán bízzunk benne, hogy minden jó lesz. Na, varázsoljon el engem ez a játék, amiről rengeteg jót hallottam már. Így már értem, hogy mi az a szellemvezető. Oké. Dobbantáshoz nyomd meg az E gombot. No. Első nekifutása a játék. Rettentően szép. Tehát iszonyatosan módon szép. Tehát gyakorlatilag ez nem is egy játék, hát ez egy Disney Pixar mesefilm. Most egy hirtelen felindulásból. Jó, azért látom, azért vannak azért hibák, bár mondjuk lehet, hogy azért, mert lehet, hogy a gép se bírja, de jó, ezt így tudjuk be annak, hogy nem a játékkal van a probléma, az én gépem egy kicsit régebbi, jó? Aki kíváncsi a gépemnek a statisztikáira, névjegyzék, ott el lehet olvasni. Ha még fönn van egyáltalán. Na, akkor nézzük. Szokásos VASD-s irányítás, meg ugye EG-rel irányítom a kamerát. Úgyhogy itt van egy szellem, ahogy én nézem. Azt kellene követni, de szóvi szokáshoz híven nem arra megy, amerre kéne, hanem körbenéz, hogy most itt mi van. De ahogy nézem, semmi. Mondjuk játékkészítés szempontjából, tehát hogyha a játékkészítői azt akarják, hogy arra fele menjek, akkor miért tesznek bele oda kanyart? Tehát nem? Tehát így egy fölösleges útvonalat miért tesznek bele, amikor úgy sincs ott semmi? Ilyen időhúzónak? Ó, jó, legalább tudunk úszni. Mivel tudunk lemerülni? Azt így nem akarja megmutatni nekem jelenleg a játék. Jó, nem baj. Ezek szerint annyira nem fontos.
Tudjátok, mi jutott eszembe? Most az nem annyira nagy hiba, de azon kívül, hogy, hogy mondta, hogy nyomja meg az E-gombot, hogy mivel dobban csak, azon kívül semmit nem mondott el, hogy mivel irányít csak. Most az nem hozom föl izé hibának, csak érdekesség, hogy még más játékokban leírják, hogy VASD-vel irányít, az egérrel nézel körbe, addig itt nem. Vagy lehet én maradtam lemarad valamiről. Aha, jó, oké. Tehát, hogy itt E-t nyomok, akkor... Jó, azért képfrissítési problémák azért picit azért vannak. Igen, hogyha ilyet nyomok, akkor a kristályok aktiválódnak. Jó, szóval közel tudok ugrani, oké. Vagy most azért nem mutatja nekem a játék, hogy mit kellene csinálni, mert középső fokozaton indítottam el? És akkor ilyenkor nem segít? Mit kéne csinálni? Hát akkor rájövök én magamtól. Max, belemegyek a beállításba megnézni az irányítást. Jobb egérgomb, bal egérgomb. Jó, egyelőre semmi így a vízben. Jó, akkor ide állok, és akkor... Aha! És mekkorát tudok így dobbantani? Aha! Így már más. Jó, tehát... Az elejétől kezdve már nincsen fogva a kezünk, jó. Ez igazából nekem pozitívum, tehát ezt így pozitívumnak írom fel, mondjuk, hogyha új játékos lennék, tehát olyan ember lennék, aki most ismerkedne meg a videójátékokkal, és ez lenne a legelső videójátéka, akkor viszont azért... Na. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, spirit guide. Könnyű támadáshoz nyom meg a bal egérgombot, az erős támadáshoz a jobb egérgomb megnyomásával tudod végre rajtani. Jó. Á, ez a könnyű. Ez a nagy támadásom, jó. Jó, F-fel tudom fókuszolni. Azt a mindenit. Azért tud az öreg. Ó. Oh. Még egy. Jó, bal alulra, hogy nézem, nekem azért úgy töltődik az életerőm. Csak ilyen fajta kitérésem van, semmi más. Ja, de duplát tudok ugrani, várja már, hát. Jó. Kitéréshez nyom meg a Control gombot. Oké, köszönöm. Ez a kitérés, jó. Én ezt majd nagyon sürgősen majd át fogom rakni még más gombra. Jó, nem egyszerű a játék. Nekem tetszik, hogy nem egyszerű. Másoknak ez nem biztos, hogy előnyös. Nem akarok erős támadást nyomni. Mert rögtön nagyobbat sebez, valószínű a botjával. De hát ugye lassabb is. Meg ugye... Keresgélem, tehát tapasztalgattam, hogy mit tud a játék. Amúgy harc közben az E-t, hogyha használtam volna, akkor mi történt volna? Mondjuk azt ki kellett volna próbálni, igen. Jó, ezzel most nem tudom, mit csináltam. Ezt beaktiváltam, gondolom, igen. A kapunak a fele be van aktiválva. Jó, értem.
Igen, ott középen, hogy... Jó. Most mutatja a játék, igen, hogy most álljak középre. Jó. És hogyha lejövök, igen, akkor igen, akkor nincs ott a kristály, jó. A zene az jó. A zene az világbajnoki. Szintén. Tehát nem idegesítő... Olyan kis fülbemászó. Tehát azért úgy már most meg tudnám azt... Igen, szerintem én ezt tudnám hallgatni. Így a játékon kívül is. Olyan nyugtató zenéje van. Meg a harcnál is olyan... Tudjátok a harci zene az mire hasonlított nekem? A Crash Bandicoot 1-2-3, de ott voltak ilyen zenék. Na. Nézzük meg a kis karakterünket. Hát nem tudjuk közelebbről megnézni, egérgörgővel se. Jó, oké. Hanem akkor nem. Cselekvés, Q. Jó, ez egy ima volt. Ez a zene, tehát ez a Crash Bandicoot 1-ben volt, talán az első sziget, az első pályák környékén volt ilyen hasonló hangszerelés. És ezt pozitívumnak hozom föl. Tehát ezek szerint nosztalgikus dolgok jutnak eszembe a zene hallatán. Az jó. Jó, itt akkor itt nem működik, jó, nem is baj. Hí! Róka? Róka szobor? Ó, hát ez már piros pont, ha van a játékban van róka, az már jó. Még a szobor formájában is, de van. Akkor az jó. Gyereknevetés. Jó, mindenhol próbálok benézni, nézegetni, hogy tudok-e valamit csinálgatni. Cselekvés Q. I saw him here somewhere. Where did he go? Daragyos. Ezek is szellemek voltak ezek szerint. A dobbantás képességeddel kapcsolatba léphetsz a Roth Lidérccel. Aha. Jó, mindjárt. Jó, akkor nem itt. Hanem itt. Begyűjtés. Találd meg a rotokat. Kutass további rotok után a környéken. Jó, és hogy kutassak? Mi alapján kutassak?
Ugrás az nyom meg a szóközgombot, dupla ugrás az meg újra a szóközgombot, jó. Akkor ne itt kutassak tovább, rotok után? Jó. Jó lesz ez. Tehát igen, egy negatívum igen talán az, hogy jó, hogy a képfrissítésekkel vannak problémák, de ugye nem tudom eldönteni, most az én gépemmel van a problémája a rendszernek, vagy alapból ilyen, majd utána kell olvasnom, hogy itt mi a történés. Oké, Q-val begyűjt. Rútot találtál? 5 van, aha, és abból egyet megtaláltam. Jó. Tehát van mit gyűjtögetni a játékba, oké. Csak ugye a kérdés az, hogy majd ez a kis lény, ami nekem van, ez szólni fog, amikor közelébe érek, vagy nyitott szemmel járjak. Mondtam már, hogy a zene jó. Ó, akkor ezek szerint szólni fog, igen, hogyha valahol van valami, nem? Ezek szerint igen. Jó, szólni fog, hogyha van a közelben valahol. Jó, 2 megvan az 5-ből, oké. Ki az a Benny? Jó, ott is akkor ezek szerint van egy. Nyom meg a C gombot, hogy kapcsolatba lépél útokkal. Jó, C. Tüsszentés, tánc, puszi, felállás. Tánc. Ja, de pont egy olyan pozícióban vagyunk, hogy ez így nem jó, várja. Semmit nem látunk belőle. Márjá. Igen. És hogyha így csinálok, akkor puszi. Jó, tüsszentés. Mi volt a tánc? Jó. Aranyosak. Ja, és ti követtek engem? Ja, oké. Na, én már megint futnak. Jó, ők arra mentek, akkor én megyek másmerre. Itt nem tudom, mi van. A Hold Föld szívének megtisztításához további rútokra van szükség. Oké. Okay. Hát ahhoz, hogy ezt megtisztítsam, 5 darab rútra van szükségem. Jó. Nem én vettem észre, hogy van-e még valahol ott jártunk? Várja már. Nem tudom, hogy jártunk-e itt. Ó, várja. Nehogy lemaradjak valamiről. Mi volt ez? Párkány megfogása a baloldali kontrollal. Oké. Okay. Tehát, hogyha duplát tudok ugrani, akkor egyelőre minek? Jappá, aha, akkor ezért jó. Jó. Na, gondoltam, hogy akkor itt is van egy. Már csak egy kellene valahonnan. Egyébként nem tudom, miért azt mondom, hogy root, amikor ezek nem gyökér, hanem rot. Mint a németben a piros, vörös. Ezek rotok.
És szerintem itt már jártunk. Igen, mert itt ugrottam itt fönt, ja. Jó. Tehát itt ugráltam fönt, akkor nem tudom, hol lett az ötödik. Ha menjünk szépen tovább, amerre ott a két fiatal szellem futkározott. Aztán csak szól a pici rot. Hogy itt van a közelben az ötödik. Na, itt van, jó van. Láda! És abba volt bent. Úgy tűnik, igen. Első szint. A rotok mostantól több bevet... Jó, mindegy. A rotok ott segítenek, ahol tudnak. Bajtársai csapata bővült, és imáron egy rot bevetése és rendelkezésre áll. Nyom meg az R gombot, hogy rotokat a környezetben lévő tárgyakhoz küld. Gyűjts meg rotokat, hogy szintet lép, és hogy még több rot bevetést tegyél elérhetővé. Jó. Erre mi van? Az egy világon semmi. Vagy legalábbis nem úgy néz ki, mint hogyha lenne ott valami. És akkor most meg tudom tisztítani ott azt a részt, ugye? Ha jól értelmezem. Rotok használata, ugye elvileg az R. Dobantáshoz és a Holt föld szívének elpusztításához nyom meg az E gombot, jó. Azért közelebb jövök. Na és kizöldült. Ja és akkor ti továbbra is jöttök velem, jó? Nem lesznek egy kicsit túl sokan egy idő után? Tehát most csak én arra gondolok, hogyha minden szintlépésnél 5-5 viszek magammal, akkor így nem az lesz, hogy utána ilyen 50 ezer főnyi rot jön utánam? Bár nekem aztán oly mindegy, hogy mennyien követnek. Csak remélem, hogy a rendszer is majd el fogja bírni. Jó, arra most egyelőre nem megyünk. Hát ez nem sikerült. Most már igen. Egy kis precizitást azért igényel a játék. Jó. Nyomd az adott irányba. És nyomd meg a szóköz gombot, hogy felugorj, vagy átugorj a párkányon. Ugrás. Jó. Ezt így akkor értem, jó. És volt egy mentés, ahogy látom. Aha. És meg is változott a zene. Jó. Izgi lesz. De mivel volt itt mentés, ezért úgy gondolom, hogy srácok, lányok. De lehet menteni is. Külön? Aha. Jó, külön lehet menteni. Tehát van manuális mentés is. Nagyon jó, még jobb. Oké. Akkor legyen főmenü, jó? No, srácok, lányok, hölgyek, urak, hát akkor legyen ennyi most itt a Kena Bridge of Spirits című játékból a random gameplay-es kis videó. Nagyon sok pozitívum van igen a játéknak, tehát nagyon szép, aranyos, valóban jók a hangok. Úgyhogy én ezt folytatni fogom, tehát így felvételen kívül fogok vele játszani, végig fogom szerintem ezt játszani. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami videó még. De kommentbe várom mindenképpen az észrevételéteket, hogy ti mit gondoltok a játékról, megvan-e nektek, végigjátszottátok-e, mi a véleményetek, stb. Tudjátok, amit én szoktam ugye szokásosan kérdezni. Tehát igen, várom véleményeteket komment formájában. Illetve, hogy szerintetek foglalkozzak-e vele még videó formátumban. Igen. Magyar felirat igen, az jó, hogy van hozzá, úgyhogy ezt köszönöm szépen igen a készítőknek, akik ezt megcsinálták. Illetve igen, a képfrissítési problémákról meg utánolvasok igen, hogy mi lehet a probléma, hogyha nincsenek másnál ilyen problémák, akkor valószínűleg az én gépemnél kell egy kicsit átalakítgatni a dolgokat, mert ha jól emlékszem, most minden nagyon magason van, igen. Annyi, hogy a függőleges szinkronizálás ki van kapcsolva.
Jó, de majd meglátom, igen, hogy hogyan tudom ezt majd jól megcsinálni. Meg hát nyilván ugye most a felvétel is ugye most be van kapcsolva. Na, de egyszerűen aki száz vége, százszónak is egyébként igen, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyi voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és majd találkozunk egy másik játék vagy egy videónak az alkalmával. Na, sziasztok!